Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit. Önök a Péntektől Péntekig című heti hír összefoglalónkat látják Mezőtúr és térsége legfontosabb eseményeivel. Július 13-án hivatalosan is átadták képón az új Nyírfüves focipályát. Az átadón részt vett Buzánszky Jenő az aranycsapat hátvédje. A rendezvényen három foci meccset is végigizgulhattak a jelenlévők. Az eseményen készített összeállításunkat láthatják. Műfüves pályát adtak át a mai napon Kétpón. Milyen forrásból sikerült létrehozni ezt a műfüves pályát? Ez a Darányi Ignác tervnek köszönhető. A LEADER pályázaton nyertük rá a forrást, és hát persze valamennyi önerőt is hozzá kellett tenni, és így sikerült megvalósítani. A reményem szerint minden helyi nagyon nagy örömére, hiszen itt most már a gyerekektől az idősebbekig mindenki tud sportolni. Ha hó nincs, akkor gyakorlatilag bármikor lehet itt focizni. Mikor kezdődtek el a munkálatok, és mikor volt a műszaki átadás? A munkálatok több mint két hónapja kezdődtek el, a műszaki átadás a múlt héten történt meg, és hát most már úgy itt vagyunk, túl vagyunk az ünnepélyes átadáson is, és bízom benne, hogy mától birtokba veszik a helyi fiatalok is, hiszen most még öreg fiúk, polgármester válogatott és a parlament válogatott játszik rajta, de majd jönnek a fiatalok is, és akkor teljes mértékig igénybe vehetik ők is ezt a pályát. Beszédében elmondta, hogy a Buzsik programban több gyermek is részt vesz itt Kétpón, erről mit tudhatunk? Van U7-es, U9-es és U14-es csapatunk is. Nem könnyű egy ilyen kis településen ezeket a korosztályos csapatokat kiállítani, de mindent elkövetünk, hogy fiúk, lányok vegyesen, ha kell, de legyen ilyen csapatunk, hogy a labdarúgást megszeressék ezek a gyerekek, és aztán majd a nagy pályás futballban folytassák a játéktudásukat. A mai napon hány mérkőzést láthatunk? Mai napon három mérkőzés lesz. Most az öreg fiúk játszik a magyar polgármester válogatottal, utána a magyar polgármester válogatott és a magyar országgyűlés csapata játszik, majd végül a öreg fiúk a magyar országgyűléssel. Mit gondol ön arról, hogy miért fontos, hogy egy ilyen település életében létrejöjjön egy ilyen műfüves pálya? Hát ugye az, hogy nem, hogy akármilyen pálya, műfűves vagy nem műfűves, lényeg az, hogy legyenek lehetőség az a fiatalságnak, hogy tudjanak mozogni, tudjanak hát gondolkodni, mert ugye például ugye a sport az minden sportág, ugye ha most a labdarúgást mondom, hogy fejjel játsszák, lábbal futballozzák, tehát fejekbe születnek meg azok a lehetőségek, amik hát sportbelileg is eredményt tudnak hozni nekik. Na most ugye ezt feltételrendszert meg kell teremteni, ami ugye általában ugye a műfüves pálya azért az sok mindennek adhat lehetőséget, mert hát akár itt kézilabdát lehet rakni, ha akarnak, oda tesznek egy kosárlabdát a kapu közepébe, akkor aki kosarazni szeret, akkor azt is meg tudja tanulni, és tudják ugye tanítani nekik. Tehát lényegében az, ami a megint csak mondom, ugye úgy, hogy polgármestereknek ez a fő feladata az, hogy a jövő nemzedékkel törődjenek, és az pedig ugye azok a fiatal gyerekek, akik vannak. Hát egy másik ugye oldal van, aminek hát, hogy mondjam, három éve alapítója vagyok az óvodás focipályáknak, amik szintén műfélyesek, bekerítve hálóba, tető is, minden nem megy el a labda, és már három év alatt 76 helyen építettünk ilyen óvodás pályát, és úgyhogy már három éves kortól már el lehet kezdeni a gyerekeknél való sportszerűséget és a sportszeretetet, hát amit hát ugye én nagy örömmel adom át mindig, ahogy hívják ott ezeket a pályákat, hogy hát látva a gyerekeknek az örömét, látva a szülőknek az örömét, és bízva a jövőbe. Idén harmadik alkalommal várja a fesztiválozni vágyókat az East Fest mezőtúron július 31-e és augusztus 2-a között. A rendezvény részleteiről Szabó Ferenc, a fesztivál sajtómunkatársa tájékoztatta a televíziónkat. Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre az East Fest mezőtúron. Az elmúlt évekhez képest miben változik most ez a fesztivál? Mezőtúron az East Fest 2012 nyarán debütált, hatalmas sikerrel mondhatjuk azt, igaz, akkor még egy kicsit családiasabb hangulatú volt a légkörem. 2013 meghozta az áttörést, amikor már sok ezer kulizni vágyó fiatal érkezett
mezőtúra, és láttuk azt, hogy ennek bizony jövője van, így 2014-ben is, 7.31 és augusztus 2-a között megrendezésre kerül majd Kelet-Magyarország, hát már egyik legnagyobb fesztiválja itt mezőtúron. Fellépőket tekintve, ugye az elmúlt években külföldi fellépő nem jelent meg a programok között, az idén várható-e külföldi fellépő, vagy milyen nagy fellépőkkel, fellépőket üdvözölhetnek a kilátogatók? 2014-ben sem lesz külföldi zenekar a fesztiválon, ám külföldön elismert magyar producerek, illetve magyar zenekarok természetesen itt lesznek velük, csak a teljesség igénye nélkül néhány zenekart szeretnék felsorolni. A fiatalok nagy kedvence a Cloud 9 Plus, a Magashegyi Underground, a Quimby, az Ossian, a Hősök egy új formációval érkezik hozzánk, ugyanis érő nagy zenekari koncertet fognak majd nekünk adni. A Punani Masszívot ki sem hagyhatnánk, a Brains formációja is, ha jól emlékszem, először érkezik mezőtúra, de itt lesz a Depresszió és a Road, az AK-26, a Belga, Dennis, Killakikét, Dave Martin, Julia Carpenter, Chris Lawyer, Edo Denova lehetne még sorolni, illetve egy új színpadunk is lesz idén, ez pedig a Retro színpad, ahol Korda György és Balázs Klári szerintem egy fergeteges koncertet fog majd adni, valamint Dévényi Tibi bácsi is érkezik a pöttyös labdákkal, de ezen kívül itt lesz velünk Rekop György, valamint akiknek a színpadi programok után is még táncolhatnék, a van, az az After Rock sátorban is jól érezheti magát, illetve Kovács Nagyember Lászlóval és Juhász Lacival retro slágerekhez bulizhat. A színpadi programok mellett idén a kísérő programok listája is bővült. Erről mit lehet elmondani, kik fognak képviselni? Az elmúlt években láttuk azt, hogy nagy igény mutatkozik arra, hogy a koncerteken kívül is hasznosan töltsék el az időt az ide látogató fesztiválozók és fiatalok. A tavaly évben már strandröplabda és strandfoci bajnokságot is szerveztünk, ez természetesen az idei évben is megrendezésre kerül majd a fesztivál területén, ugye a strandfürdő területén a homokos pályán, de ezen kívül akár említhetném a civil falu nevezetű kis részt, ahol többek között a Magyar Sör Pingpong Egyesület, a Magyar Honvédség, a Hungarian Street Workout Team, a Slake Line bemutató, a Pole Dance Fitness, az a Root Táncosok is érkeznek hozzánk. Ezen kívül ugye lehet bungee jumpingolni, majd sportsátorban tevékenykedni, illetve az egészségfejlesztési iroda is képviselteti magát majd az East Festen, ahol a egészségünkről tudhatunk meg minél több információt. Talán azt el lehet mondani, hogy ugye az East Fest látogatottsága fejlődő tendenciát mutat. Itt tavaly elsőként jelent meg azt, hogy több határon belüli és határon kívüli városból is érkezhettek ingyen. Ez idén miben változik? Milyen város képviselteteti magát? Ez a hagyomány, nevezhetjük most már hagyománynak, idén is folytatódik. Idén Szabadka, Arad, mint határon túli városok, illetve Győr és Nyíregyháza fiataljai regisztrálhattak az East Festre, és egy regisztráció után látogathatják majd ezt a rendezvényt. Ezen kívül a fesztivál Facebook oldalán az egyetemeket, főiskolákat is megversenyeztettük. Egy közönségszavazás alapján az Eszterházi Károly Főiskola 200 fővel vehet majd részt ezen a nyári hétvégén. Ők ugye Egerből érkeznek hozzá. Ez a bővült látogatottság magával vonta azt, hogy a tavalyi évben a kempinget kinőtte a fesztivál, idén hol tudnak majd elszállásolni, vagy hol szállásolhatják el magukat. Az elmúlt évekhez képest jelentősen megnövelt területen, a mezőtúri városi strandon és a mellette lévő hatalmas ligetben kerül ugye megrendezésre a fesztivál, és a régi fesztiválozók nagyon jól tudják, hogy a liget gyönyörű árnyékos fáj között milyen jó is lesz majd sátorozni. Idén ott lesz a főkemping kijelölve, természetesen, hogyha megtelne, lehetőségünk van több pótkemping nyitására is. Az East Festnek küldetése van. Erről mit tudunk elmondani? Változik-e ez a küldetés, vagy állandó az elmúlt 3 évben? Igen, ugye sokan felkapják a fejüket, hogy egy fesztiválnak van küldetése. Az East Festnek van küldetése, szerintem egyedülálló módon a magyar fesztiválpiacon.
Mivel ugye nagyon sokan ide látogatnak ezen a hétvégén mezőtúra egy vidéki városba, ugye tudjuk a vidéknek milyen problémái vannak. Tudjuk azt, hogy milyen nehéz például munkát találni, elhelyezkedni. Ugye nagy az elvándorlás, ezekről ugye beszélni kell. Tudjuk azt, hogy egy fesztivál nem fogja megoldani ezeket a problémákat, ám beszélni ugye lehet róla. Sok jó ötlet, pedig talán majd ugye eredményt is hozhat, úgyhogy a fiatalok számára ezen a hétvégén lehetőség lesz majd több előadás végighallgatására és ezek megvitatására is. A közösségi oldalt figyelve azt lehet mondani, hogy interaktív a marketingje az East Festnek. Ez miért fontos? Hát én úgy gondolom, hogy azért fontos, mert egy fesztivált a fesztivál közönsége alakít. Ennek ugye nagyon jó példája az is, hogy tehetségkutatókat hirdetünk, illetve mindig megkérdezzük a fesztiválozók véleményét, hogy milyen együtteseket, zenekarokat látnának szívesen, és amennyiben ugye a lehetőségek engedik, ezek a zenekarok meghívást is kapnak erre a fesztiválra, mert így lehet, én úgy gondolom, egy olyan bázist kiépíteni, akik rendszeresen vissza fognak járni erre a fesztiválra, szeretni fogják ezt a fesztivált, és jól tudják itt érezni magukat nagyon jó vidéki barátjárakon. Jelen pillanatban is több játék zajlik bérletekért. Mit lehet elmondani erről? Tehát mennyire érdeklődnek ez iránt a fesztiválozók? Hát a játékok azok mindig nagy sikert arattak, és aratnak is jelenleg. Ugye most is van egy bérletjáték a Facebookon. Aki szeretne bérletet nyerni, az látogasson el Facebook oldalunkra, és ott mind a játékról, mind pedig a fesztivál ugye rengeteg információt megtudhat. Közelít a fesztivál időpontja, még talán utolsó kérdésnek azt kellene elmondani, hogy jegyet még hol lehet vásárolni, illetve mennyire gyorsan kell ezeket megtenni. Ugye bizonyára nagyon sokan tudják, hogy a tavalyi évben már a nulladik napon elfogyott az összes bérlet a helyszínen az East Festre, tehát csak napi egyen lehetett bejönni. Idén is rohamosan fogynak a bérletek már elővételben, úgyhogy azt javaslom, hogy aki szeretne részt venni az East Festen bérletesként, az vásárolja meg. Mezőtúron 6490 forintért kedvezményes áron a bérletet az Erőd klubban, vagy éppenség az Ibusz irodában, akinek pedig nincs lehetősége a mezőtúron vásárolni bérletet, még mindig kedvezményesen meg lehet vásárolni 6990 forintért. A jegyárusító pontokról az eastfest.hu internetes oldalon lehet érdeklődni. A helyszínen pedig 7490 forint lesz a bérlet, hogyha marad bérlet. Tehát érdemes gyorsnak lenni. A városrehabilitáció keretében hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóházat is kialakítanak Mezőtúron. A beruházásról Herceg Zsolt, Mezőtúrváros polgármestere tájékoztatta televíziónkat. A város rehabilitáció keretében hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóházat alakítanak ki Mezőtúron. Mit tudhatunk erről a projektről, hogy áll jelenleg a beruházás? Jelenleg zajlanak a bontási munkálatok, hiszen az ingatlanon egy régi ház áll még mindig. A tetőszerkezet bontása már megtörtént, most bontják a falakat. Hát tulajdonképpen eltűnik majd ez a régi épület, és azt követően megkezdődik az új kézműves házunknak az alapozása, és aztán az építkezés. Minden bizonnyal valamikor október végén, novemberben készül el az épület. Ugye ez a Városközpont funkcióbővítő fejlesztés elnevezésű pályázatunk keretein belül épül meg, és a kézműves ház, mint ahogy a nevében is benne van, azt a célt szolgálja, hogy a kézműves hagyományainkat ápoljuk elsősorban. Ez az épület a közösségi élet egyik új, szép színtere lehet itt Mezőtúron, tehát a kézműves hagyományaink ápolása mellett azért másban is gondolkodunk.
Itt a teljes lakosságot szeretnénk célba venni, tehát a fiataloktól, a gyermekektől kezdődően egészen a nyugdíjasokig bezárólag mindenkit meg szeretnénk majd valamilyen módon mozdítani, és hangsúlyozni szeretném, hogy a fő cél az a hagyományaink ápolása, a hagyományaink megismertetése minden itt élővel, hiszen előfordulhat, hogy olyan elfeledett mesterségek, kézművesség volt hajdanán, amit még az idősebb korosztály sem ismer. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznos lesz. Az önkormányzatunk felkészült arra, hogy ezt az ingatlant folyamatosan üzemeltesse, fenntartsa, hiszen a pályázatban ezt vállaltuk, és kritériumként ott van, hogy ezt jó néhány évig üzemeltetni kell. Mi azt szeretnénk, hogy ez hosszú távon ezeket a céljainkat szolgálja. Mikorra várható, hogy elkészül ez a ház? Évvégére várható. Én úgy gondolom, hogy valamikor novemberben lehet majd az ünnepélyes átadása, és onnantól kezdve a lakosság, az itt élők birtokba tudják venni majd. Idén is megrendezik az Artúr Fesztivált és a Túri Vásárt mezőtúron. A rendezvénnyel kapcsolatban július 17-én a Közösségi Házban tartottak sajtótájékoztatót. Tekintsék meg összeállításunk! Augusztus 6-a és 9-e között Artúr Fesztivál, augusztus 10-én pedig Túri Vásár várja az érdeklődőket itt mezőtúron. Mi a jelentősége a rendezvénynek itt a térségben? Ez egy olyan hagyomány, amelyről ugye minden évben megemlékezünk, azzal emlékezünk meg, hogy megszervezzük a Túri Vásárt, megrendezzük, és hát a hozzá kapcsolódó Artúr Fesztivál is most már több éves hagyományra tekint vissza. Mezőtúrváros önkormányzatának a legkiemeltebb, legfontosabb rendezvénye az augusztus 6 és 10 között megrendezendő művészeti fesztivál és túrivásár. Hát ennek megfelelően készülünk a kollégák a szervezéssel, a rendezvény kapcsán, hogy minden szépen zökkenőmentesen lezajlódjék itt mezőtúron. Nagyon sok vendéget is várunk, főleg a Túri Vásár napján, de hát azt reméljük, hogy az Artúr Fesztiválra is látogatnak majd ide vidékről is, hiszen ha megnézzük a programfüzetet, akkor látható az, hogy nagyon sok értékes, színvonalas program lesz. Hogyha meg kellene fogalmazni egy célt, akkor mi a célja a rendezvénynek? A rendezvény elsődleges célja a hagyományápolás, és ezen belül pedig az, hogy akár a művészet terén, akár a Túri Vásár terén az értékek, a népművészet, a hagyományaink, ezeknek az ápolása valósuljon meg a rendezvény által. Úgyhogy mindenképpen egy értékes dolgot szeretnénk csinálni ebben az évben is. Én úgy gondolom, hogy ha megnézzük ezt a programot, akkor látszik az, hogy nagyon sok értékes dolog van benne. Hát a Túri Vásár kapcsán az elmúlt években is sok kritikát kaptunk a földről áruló árusok kapcsán, és a tekintetben is kaptunk javaslatot, hogy a népművészeket külön kellene választani. 2011-ben volt egy ilyen kísérletünk, hogy a színpad területére vittük be a népművészeket, de akkor még ők panaszkodtak, hogy a kinn a vásári forgatagból nagyon sokan nem mentek be hozzájuk, és hát a népművészetek is, vagy a népművészek is abból élnek, amit értékesítenek. Tehát nagyon fontos számukra az, hogy minél több portékájukat eladni, értékesíteni tudjanak. Így ők visszakerülnek erre a sorra. Azt pedig megakadályozni nem tudjuk, hogy olyan dolgok is bekerüljenek a vásárba, amelyek, hogy finom legyek, nem hordoznak magukban annyi művészeti értéket. Augusztus 6-a és 10-e között rendezik meg itt mezőtúron az Artúr Fesztivált és a Túri Vásárt. Mit tudhatunk a helyszínekről? A programokkal és a helyszínekkel kapcsolatosan nagyon fontos legelőször is elmondanom, hogy mindazok, akik az elmúlt években a rendezvényekhez biztosították a helyszínt, ebben az évben is partnereink voltak. Ezek a Belvárosi Református Templom, Katolikus Templom, Városi Galéria, Túri Fazekas Múzeum, Közösségi Ház, illetve a Víztorony, illetve a Volt Virágkertészet alatti terület. Úgy gondolom, hogy ezeknek a helyeknek a fenntartói, üzemben tartói, működtetői is tisztában vannak azzal, hogy milyen fontosságú ez a programsorozat mezőtúrvárosának, illetve nagy örömmel adnak is helyet, hiszen olyan kulturális művészeti értékeket viszünk hozzájuk, illetve jelenítünk ott meg, amelyeket azért nem
minden nap láthatnak ott a közönségek. A programok tekintetében nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is kedveskedünk a különböző helyszíneken megvalósuló programokkal. Fontos azt is kiemelni, hogy a túri vásár idején útlezárás is lesz. Igen, az útlezáráshoz egy nagyon fontos része a vásárnak. Az útlezárás nem csak a vásár területét érinti, tehát a Szolnoki utat, hanem a Dózsa-György utat is. A túri vásár és a művészeti napok egyik, ha mondhatom azt, legnagyobb kísérő programja a Túri Kupa utcai futóverseny. A futóverseny miatt kerül lezárásra a városunk központja, a Dózsa-György út, illetve a Bajcsi-Zsilinszky útnak egy jelentős szakasza. Tehát az útzár a Bajcsi-Zsilinszky úton és a Dózsa-György úton szombat délután 13 órától szombaton este 20 óráig fog tartani. A túri vásárral kapcsolatos útzár az pedig vasárnap éjfélig. Tehát mind a Szolnoki úton, mind a Dózsa-György úton délután 13 órától kezdődik az útzár. A Dózsa-György úton délután, illetve este 20 óráig fog tartani, a Szolnoki úton viszont folyamatosan fennmarad, és éjfélig lesz. Ezekről a különböző hírcsatornáinkon, Mezőtúr és Vidéke, Mezőtúri Városi Televízió, más városi médiákon keresztül tájékoztatjuk a lakosságot, illetve a Szolnoki úton és az útzárral érintett területen belül működő cégeknek pedig levelet küldünk ki. Ez az elmúlt évek alapján ez jól működött, amelyben kértük a megértésüket, illetve ha valami olyan dolog történik náluk, áruszállítás, rakodás, akkor pedig a lezárás időtartama alatt is biztosítjuk a gépjárműveik behajtását. Az Artúr Fesztiválon és a Túri Vásáron különböző kísérő programokkal is várják majd az érdeklődőket. Melyek ezek a kísérő programok? Különböző kiállításokat lehet majd megtekinteni, hogy az elmúlt évben is többek között a Túri Fazekas Múzeumban lehet majd ellátogatni, ezen kívül pedig más sportrendezvények is megrendezésre kerülnek, így a Túri Kupa utcai futóverseny is majd augusztus 9-én szombaton, illetve megrendezésre kerül most is majd a Túri Kupa horgászverseny. Ezen kívül pedig az Artúr Fesztiválon kívül még nagyon sok más rendezvény várja majd a kedves ide látogatókat, illetve a mezőtúriakat is. Majd az Artúr Fesztivál, illetve a Túri Vásárt követően is különböző nyári programokkal folytatjuk majd a nyarat itt mezőtúron. Így augusztus 19-én majd a Lampén úszatás kerül megrendezésre, 20-án pedig a sárkányhajóverseny. Erről részletesebben lehet majd a mezőtúri kiadványban, ezen a külön kiadványban találkozni. Pontos időpontokat, illetve a pontos programot is meg lehet benne találni. Milyen programokra számíthatunk ezeken a napokon? Hát 19-én egész nap lehet majd újra bérelni azokat a vízisport eszközöket, amit már nagyon sokan kérdeztek tőlünk itt mezőtúron. Ugye a vízparti fiesztán vetettük be először, hogyha szabad így fogalmazni. Mezőtúváros sportjait alapítvány egy pályázati úton nyert egy nagyobb összeget erre, amit az egészet a vízisport eszközökre fordított az alapítvány. Ezeket lehet majd augusztus 19-én újba bérbe venni és használni a Hortobágy Berettyón. Vízibicikli, kajakkenú, illetve a sárkányhajó. Ezekről azt kell tudni, nagyon sokan kérdezték, hogy miért nem lehet folyamatosan bérelni ezt mezőtúron. El kell, hogy mondjam, hogy azon dolgozunk, hogy lehetőleg ezt minél hamarabb megvalósítsuk. A probléma az a eszközökkel kapcsolatban, hogy a tárolásuk nem egyszerű, illetve meg kell találni azt az épületet, illetve intézményt, ahonnan könnyen kiszállítható lenne ez a Hortobágy Berettyó partjára, valamint humán erőforrást is elő kell teremteni ahhoz, hogy ez folyamatosan bérelhető legyen, illetve őrizve is legyenek ezek az eszközök. Fontos az, hogy minél jobban óvjuk az állagát, és megmaradjanak ezek az eszközök hosszú távon is. Úgyhogy ez az oka annak, hogy nem tudjuk folyamatosan bérbeadni, de én szeretném, hogy augusztus 19-én, akinek lehetősége van és ideje engedi, azok újra bérbe vennék ezeket az eszközöket, mert úgy látom, hogy nagy szeretettel használták, hál' Istennek, a vízparti fiesztán is. És rátérve a lampionúszatásra pedig délután 5 órától várjuk majd már a gyerekeket, kézműveskedéssel, egy kis bűvéssóval próbálunk majd új lampionokat is gyártani, ugyebár a lampionúszatásra. Este 8 órától lesz majd az úszatás, megvárjuk, míg besötétedik, ugyebár, és utána kezdjük majd ezt a szép rendezvényt. Ezt követően pedig 10 órától a Kassa Tibi koncert lesz majd a Kossuth téren.
és 23 órától projekt, 4 pont egy zenekar, majd retro utcabál úgymond kifulladásig, amíg csak bírják az emberek és jól érzik magukat. El kell, hogy mondjam még a lampinúsztatással kapcsolatban, hogy egy szépségversenyt is, vagy egy lampinúsztató úsztatáshoz kapcsolódóan Lampion szépségversenyt hirdettünk, amire már jelentkezni lehet. A határidő az augusztus elején majd lejár, úgyhogy kérném szépen mindenkit, hogy szülő, gyermek, aki csak szeretne és kedvet kap hozzá, készítsen otthon saját lampiont, az erről készített fotót azt küldje majd be az önkormányzat részére, erről részletesebb információkat a televízióban, a Facebook oldalon mezőtúr.hu-n is találnak, és szeretnénk jutalmazni ezeket a szép lampionokat. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy egy nagyon jó rendezvény lesz ez. Hát 20-án pedig a hagyományokhoz híven sárkányhajóverseny társszervezésben valósul meg ezúttal is. Mezőtúrás önkormányzata, a túri sárkányok, akik nem csak mezőtúron, hanem már vidéken is viszik a város hírnevét, valamint mezőtúrás sportjait alapítványa közösen rendezi meg ezt a sárkányhajóversenyt, amire lehet már nevezni. Ezt is a különböző közösségi oldalakon és az interneten meg lehet találni, illetve a plakátokon itt mezőtúron. Jelentkezzenek minél többen, mezőtúri és vidéki csapatok is, és legyen megint egy nagyon jó kis verseny a Hortobágy-Berettyón. Nagyban zajlanak az Artúr Fesztivál és a Túri Vásár előkészületei, ugyanis elkészült a programfüzet, a plakát és még egy videót is készítettetek. Így van, elkészítettük ezeket a úgymond marketing elemeket. A programfüzetben minden nap részletes napi bontásban megtalálják az aktuális programokat, illetve kísérő rendezvényeket és az augusztus 19-e és 20-ai rendezvényeinket. Ezt fontosnak tartottuk, hogy idén ugye kisebb kivitelben, kisebb méretben készült el praktikussági szempontból, mert a tavalyi A5-ös méret sok gondot okozott, hogy nem tudták hova rakni, sokszor a földön találtuk a programfüzeteinket, ezt könnyen zsebbe rakhatják. A plakát új dizájnnal jelent meg, rajta megtalálható 2 új logót, amelyet ezúton is köszönünk Nagy Lalinak, aki elkészítette ezeket a logókat, illetve a plakátot is. Mindenképpen a figyelemfelhívás volt a célunk. Úgy gondolom, hogy ezek a színek, illetve motivumok nagyon megragadják az ember tekintetét, illetve a videót azt pedig az Albert Robertnek köszönjük, aki elkészítette számunkra. Ez ugye különböző média partnerek segítségével különböző településeken lesznek majd sugározva, ami megint fontos ugye a reklámtevékenységet tekintve. Színes programokkal várják majd a kilátogatókat. Milyen programokat lehetnek kiemelni az Artúr Fesztivál és a Túri Vásár eseményei közül? Számos programot ki lehet tekinteni, mindenképpen elsősorban a helyi értékekkel és a helyi előadókkal kezdeném, hogy egy mezőtúri rendezvény mezőtúri fellépők nélkül nem lenne teljes, így a rock vonalon, illetve kórusunk is fog fellépni, a fúvózenekarunk, tehát itt is több réteg fogja képviselni magát, illetve a népzene, illetve a könnyű zene is meg fog jelenni, mint például a népzenén a Kolompos zenekar, a Kicsik kedvence, ha lehet így mondani, illetve a Szeredás együttes, országosan ismert például a Pokolgép, a rock kategóriában, illetve a Tóth Gabi, ő inkább a pop kategória, és a minden korosztály ismeri a Neoton, tehát őket se kell így külön bemutatni, ők lesznek a Túri Vásár és az Artúr Fesztivál hetinek a fő fellépője. Július 21-e és augusztus 3-a között a mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár egységei zárva tartanak. A témával kapcsolatban Pap Erika intézményvezető számolt be televíziónknak. Mit tudhatunk a könyvtár nyári nyitvatartásáról? Köszönöm szépen a kérdést. Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, akihez esetleg nem jutott el a mezőtúr és vidéke néhány héttel ezelőtti száma, ott már egy pár sorban leírtuk, hogy a régi hagyományokhoz híven visszatérünk arra a rendre, hogy a Móricz Zsigmond könyvtári egységei július utolsó két hetében nyári szabadságok miatt zárva tartanak. Tehát július 21-től augusztus 3-áig a könyvtári egységek zárva lesznek, és augusztus 4-től már ismét a megszokott nyitvatartási időben várjuk kedves olvasóinkat.
akik jelenleg is olvasóink, jövőbeni olvasóink is, tehát minden kedves könyvtárlátogatót nagyon-nagyon sok szeretettel várunk. A folyamatosan megújuló könyvállományunkkal és a új könyveinkkel, amelyet esetleg, hogyha szabadságuk idején rápillantanak a honlapunkra, vagy a Facebookos oldalunkra, megtalálnak. És találkozunk augusztus 4-én, addig is mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok. Köszönöm szépen! Köszönöm figyelmüket, a Mezőtúri Városi Televízió heti hírösszefoglalóját látták. Egy hét múlva ismételten várom Önöket Mezőtúr és térsége legfontosabb eseményeivel. Viszontlátásra!